Magyarországon 1990 óta tartják április 22-én a Földnapját. Ezen a napon általában fákat ültetnek, környezetvédelmi rendezvényeket tartanak, szemétszedési akciókat szerveznek. Idén a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség tömeges rendezvények megtartására, Bábolna Művelődési Intézményének munkatársai mégis megemlékeztek a Földnapjáról. Fákat ültettek, takarították környezetüket. Földnapja alkalmából évtizedekre visszamenőleg Bábolnán is szoktak lenni megmozdulások, hogy így fejezzem ki magam, amikor felszólítják, vagy felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy tegyük rendbe a környezetünket. Most ugye ez nem lehetséges, hiszen ilyen közösségi rendezvényeket, megmozdulásokat nem lehet tartani, de úgy látom, hogy a könyvtár dolgozói egy kicsit megpróbálnak tenni a földünkért és a környezetünk takarításáért. Igen, a Bábolna Városi Könyvtár Művelődési Sportközpont ugye évelején mindig összegzi az éves programját, és ennek nyilván egy jeles alkalma a Földnapja. Már csak azért is, mert ahogy te is mondtad, évek óta csatlakozik Bábolna az országos Teszedd akcióhoz, mivel ezt ugye valóban közösségi élményként, közösségi eseményként nem lehetett idén sem megszervezni, egyébként már tavaly sem. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy ettől függetlenül nem kell elfeledkeznünk erről a jeles alkalomról, és hát kollektívában így a munkatársak körében mi időt is szántunk erre a tevékenységre, és a saját telephelyeink környékét takarítjuk meg, azt gondolva, hogy talán másokban is ébreszt némi gondolatot, hogy ugyanígy tegyenek, mint ahogy mi tesszük most. Kezdtétek ezt ugye a sportcsarnoknál, aztán itt a könyvtárban folytattátok. Miért gondolod, hogy fontos ezt egy évben egyszer megtenni? Én úgy tudom, hogy azért ti nem csak egy évben egyszer teszitek meg, hanem időnként, amikor látjátok, hogy nincs annyira rendben már a környezet, akkor erre gondot fordítotok. Én nem szeretnék panaszkodni a környezetünket illetően, már csak azért sem, mert a sportcsarnoknál egyébként éppen frissen vágott fű fogadott bennünket, ami egyébként bőven megkönnyítette a mi munkánkat tegnap. És azt gondolom, hogy egyébként a város maga, én mint Komáromból érkező munkatárs, mindig szépnek látom Bábolnát és rendezetnek. Hát köszönhető ez annak, hogy nyilván nagy gondot fordít a város a zöld felületeinek karbantartására. Egyébként jeles, ahogy Bábolna cselekszik és teszi ezt. A mi hozzáállásunk az tényleg inkább az volt, hogy egy kicsit az emberekhez a természetet, a környezet szeretetét hozzuk közelebb. És hát másképp ezt nem tudjuk megtenni, mint úgy, hogy demonstráljuk ezt a saját munkánkkal. Egyébként a Szabadidőpark szívügyünk, nekünk is, mert számunkra ez egy kiváló rendezvényhelyszín, ezért tegnap oda néhány orgonabokrot ültettünk, azt remélve, hogy esetleg megerősödnek majd ezek a kis cserjék, és örömet okoznak majd virágzáskor. Ezt a csónakház mellé ültettük el, még nagyon kis, kis vékonykák, úgyhogy még óvásra szorulnak, arra kérem a bábolnaiakat, hogy vigyázzák ezt a pár kis cserjét, lehetőleg ne törjék, ne szakítsák, mert benne van a szívünk és a munkánk egyaránt. És hát a telephelyeinken, igen, a könyvtárban, majd aztán később a helytörténeti gyűjtemény körül is szeretnénk tevékenykedni. Van igényünk arra, hogy szép környezetben dolgozzunk, mindig lehet szerintem mindenkinek a portáját még szebbé és üdébbé varázsolni, mi most ezt tesszük. Egyébként a helytörténeti gyűjtemény épületénél is már szinte, hogy kész környezet fogadott bennünket, ugyanis Zsolnai Dezső és csapata előkészítették számunkra a terepet, tehát volt egy kis bozott tisztítás, és ők egyébként eszközökkel is rendelkezésünkre álltak, úgyhogy köszönjük nekik a segítséget.